Ön a Matthias Korvinus Kollégium az MCC podcastját hallgatja. Tudjon meg rólunk többet az mcc.hu hollapunkon, Facebook, Instagram és Twitter csatornáinkon, valamint olvassa professzoraink, külsőszerzőink és diákjaink írásait korvinák.hu tudásbázisunkon. Szép jó napot kívánok, üdvözlöm a kedves hallgatókat! Ezen a fantasztikus tavaszi napon ő, itt van velünk az MCC Podcast stúdiójában Harsányi Miklós, a Matthias Corvinus Kollégium online marketing tanácsadója, valamint és emellett egy reklámügynökségnél a digitális marketing csapatvezetője is köszöntünk a stúdióba, kedves Miklós. Én is köszöntöm a kedves hallgatókat, szervusz! És akkor az elsődleges témánk, online marketing, marketing tudatosság, de ugyanígy az internet és média tudatosság is az esetedben felmerül. Éppen az utóbbi napokban otthon voltam, nekem nincs otthon televízióm, de a szüleimmel van, és néztük a kereskedelmi médiát, és rosszabbnál rosszabb idegesítőbbnél idegesítőbb reklámok jöttek velünk szembe. Milyennek az oka? bár nem online felület, de hogy viszonyul ez az online marketinghez? A lényeg az, hogy az emberek rettentően utálják a reklámokat. Ugye ez az alap. Viszont az a helyzet, hogy a hirdetők, meg mindenki, aki reklámot gyárt, az a legfőbb célja, hogy olyan reklámokat mutasson meg neked, amiket te szeretsz. És igazából a tévénél ez annyira nem működik, mert a tévé az kevés adatot kap rólad. Tehát, hogy viszont az a helyzet, hogyha megnézzük mondjuk egy Facebook vagy egy Google felületet, akkor igazából az emberek azok nevelik ezeket a felületeket, és hogyha már online dolog beszélünk, akkor itt fontos behozni azt, hogy mindenki azt hiszi, hogy a mesterséges intelligencia az majd el fog jönni, és hogy most robban be az Open AI val ugye ez a chat GBT, hogy majd elveszi a munkánkat, meg megír mindent, de az a helyzet, hogy az emberek már lassan több mint 10-15 éve mesterséges intelligenciákat nevelnek. Na most képzeld el, amikor te Facebookozol, akkor igazából te nem Facebookozol, hanem nevelsz egy mesterséges intelligenciát, még pedig megmutatod neki azt, hogy uh, mivel szeretett eltölteni az idődet. Tehát gyakorlatilag, hogyha egy kicsit megállsz egy pörgetésnél, fölírja a Facebook magában azt, hogy te milyen kategóriánál álltál meg, és mi az, amit megnéztél. És hogyha mondjuk lejátszol egy videót, akkor rögtön azt is fogja tudni, hogy neked mik tetszenek. És így ez az algoritmus, ez a mesterséges intelligencia gyakorlatilag olyan reklámokat és olyan dolgokat készít neked elő, amikre azt gondolja, hogy te uh, affinisabb vagy, ezért Facebookon meg Google-nél annyira nem idegesítőek a reklámok, mint mondjuk egy tévében, ami abszolút nem kap róla olyan sok adatot. Tehát tulajdonképpen ezért van ez, hogy. Ellenben célja, idegesítő. hogy felkeltsa a figyelmet? Így van, pontosan. A mesterséges intelligenciával kapcsolatban most így felmerült bennem, ugye a Facebooknak több milliárd felhasználója van. Így van. Jelenleg, de ha megnézzük a Twittert, ott is 100 milliós, akár milliárdos nagyságrendről beszélhetünk. Minden felhasználó esetében futnak ezek a programok? Ha igen, hogyan és milyen számítási kapacitás vagy technológiai fejlesztés kell ehhez, hogy ténylegesen ilyen mennyiségű adatot hatékonyan fel tudjon dolgozni. Ugye az a lényeg, hogy rengeteg ö, ember azt hiszi, hogy a Facebookot ő ingyen használja. De igazából amiért te nem fizetsz, akkor tulajdonképpen ott te vagy maga a termék. És igazából te az adataiddal fizetsz neki, és ő pedig azt, ö, azzal gazdálkodik, hogy ezek alapján, az adatok alapján milyen hirdetést tud eladni a hirdetőknek. És ehhez igazából az a helyzet, hogy egy adattárolása, hogyha megnézzük, akkor évről évre egyre olcsóbb. Tehát amikor amikor kijött például a Gmail szolgáltatás, akkor azt mondta, hogy minél többet levelezel, annál több lesz a tárhelyed, és így folyamatosan nőtt a tárhelyed, és az emberek nézték azt, hogy figyelj már, hogy nő a tárhely, és ez tök jó, és egy idő után észrevettük azt, hogy most már fizetős lett az a szolgáltatás, hogy ha mondjuk nagyon sok fájt akarok feltölteni. Tehát azt kell tudni, hogy ezekről a szervezetekről, hogy ezek nem máltai szeretett szolgálatok, tehát mindenért fizetnünk kell, csak az a kérdés, hogy előbb vagy utóbb jön -e el az ára ennek. És amit mondta, hogy mekkora a szerverpark kell ehhez, meg mekkora a technológiai rész, igazából Például, amit most mondok, szövegezés, mindenki azt hiszi, hogy lehallgat a telefonom, de az a helyzet, hogy olyan engedélyezzük neki azt, hogy hozzáférjen a mikrofonhoz. És az a helyzet, hogy ma már olyan szövegalkotó, szövegfelismerő programok vannak, hogy pillanatok alatt csinál ebből a szövegből egy TXT-t, amit ugye egy nagyon kicsi adatmennyiséggel tovább tud küldeni. És ugye az emberek itt rettegnek attól, hogy most lehallgatják-e őket, vagy nem. És az a helyzet, hogy itt mindig abban kell gondolkodni, hogy kinek mi az érdeke. Tehát a Facebooknak vajon, vagy a Googlenek érdeke az, hogy az én személyes adataimat kiszivárogtassa mindenki előtt. Nyilván nem, mert akkor senki nem menne oda a Googlehez, Facebookhoz. Viszont az a helyzet, hogy az viszont érdeke, hogy tudja azt, hogy én milyen termékeket fogok megvenni, és mik az érdeklődési köröm. Tehát én elkezdek beszélni arról, hogy hú, a Nike cipőboltban milyen szép cipőket láttam, akkor egy idő után lehet, hogy kapok egy Nike hirdetést pont ezért, mert hogy a hirdetési rendszerek úgy működnek, hogy a Facebook ezt értékesíti, hogy a szemedbe tolja azt, amit téged érdekel. Igen, igen. Vannak ilyen városi legendák, hogy beszéltünk a nagymamával a sarok csiszolóról telefonon, és akkor a Facebook rögtön egy a negyed orán, Így van, pont csiszoló. erről van szó. Van ennek a ténylegesen? Van, csak az a helyzet, hogy nem úgy működik, hogy az emberek gondolják. tehát Elsőre nem úgy... ijesztő. Elsőre az ijesztő, mert hogy a te viselkedésedből és a keresési előzményedből, ugye ezek nem törlődnek. Ezekből létrejön egy személyiségi profil. És nem tudom, észrevetted-e, de hogy vannak olyan Facebook reklámok, amik nem annyira találnak be. Vannak olyanok, amik betalálnak. És igazából pont akkor csodálkozik fel az ember, hogy jaj, ez most pont betalált, amikor, amikor talál az algoritmus. Egyébként ez a terhes nőknek a ö, ö, hasonlata, tehát hogy az ember nem lát terhesnőt az utcán, míg a felesége nem lesz terhes, utána mindenütt megjelennek a terhes nők. Igen, igen Tehát, nem hogy, nem hogy, nem. hogy hasonlóan működik egyébként. Még jó pár évvel ezelőtt volt a, egy hír az Amazonnal kapcsolatosan, az Amazon honlapjának, az amerikai honlapnak a mesterséges intelligenciája nagyon nagy eséllyel még azelőtt meg tudta mondani, hogy egy fogyasztó döntést hoz-e, hogy ténylegesen megfogalmazódott volna. A fogyasztó agyában a döntés, hogy én most megveszem azt a, tegyük fel, sarok, csiszolót. Ennyire egyszerűek és kiismerhetőek lennénk. A helyzet az, hogy képzeld, nem, nem elsőre nem vagyunk kiismeretőek, viszont a keresési előzményeinkkel kapcsolatban, meg minden, ami tevékenységünkkel kapcsolatban, annyi adatot adunk át ezeknek a rendszereknek, hogy ő a legjobb. Tehát igazából, ha mesterséges intelligenciáról beszélünk, akkor valószínűség számításról beszélünk. Mert a számítógép nem tud gondolkodni, nincs még ilyen, hanem ő ki tudja számítani azt, hogy legvalószínűbben mi fog következni. Kezni. Tehát tegyük fel, én beírom a Google-be délután négykor, hogy macska kaja, meg hogy etető, meg nem tudom mi, és még nem, nem írtam be többször, akkor egy idő után feltételezni fogja, hogy ezt azért csináltam, mert egy kis cicát fogok vásárolni és akkor nyilván meg fogja tudni mondani azt, hogy, hogy ezt, tehát, hogy például az Amazonnak pont jó, hogy említed, mert hogy neki az egyik legjobb ajánló van. Nem tudom, hogy vettél-e már könyvet, de hogy veszel egy-két könyvet, és utána megmutatja azt, hogy milyen könyveket vennél meg legvalószínűség, tehát legnagyobb valószínűséggel, akkor, akkor egész jó ajánlatokat tud adni. De egyébként ugyanígy működik a TikTok is, meg minden ajánlórendszer, mert hogy, hogy a felületeknek a legfőbb célja, az az, hogy rengeteg időt tölts el ott, mert minél több időt töltesz el ott, annál több reklámot tudsz látni, tehát ilyen egyszerű a képlet. Az utóbbi időben megszerettem Instagramon a mosómedvéket. Igen. Nagyon sok mosómedvés videót nézek, nagyon aranyosak elképesztő mértékben meg tudnak hízni, mindent megesznek, cukik. Uh, tele van az Instagram feed mosómedvékkel, és a múltkor valaki küldött egy kapibagát. Uh, és rá egy napra kapibarák váltották a mosómedvéket. Fantasztikus ilyen téren. Egyébként most a legnagyobb veszélyt mondtad el az internetnek. Tehát, hogy és Gyere, fel is pont, ki. ez a leges-legnagyobb veszélye, és észre sem vesszük, ugyanis az a lényeg, hogy én most ezt más példákkal mondom, mondhatnék politikát is, de most direkt nem politikai részt mondok, hanem mondok laposföld hívőket. Tehát például, ha nekem kevés ismeretem van arról, hogy, hogy van fizika vagy ilyesmi, akkor bemlépek, egy, megnézek egy lapos egy cikket, ahol leírják áltudományosan azt, hogy azért lapos a föld, mert a Balatonon egy lézerrel átvilágítok, akkor a túloldalt lehet fogni egy lapkával, és akkor hát lapos a víz, akkor lapos a föld. Tehát, hogy ilyen következtetések vannak ott. És ez a lényeg, hogy az internet mindig a saját véleményemet... Tehát tükrözi vissza. Tehát ő tudja azt, hogy én elkezdtem érdeklődni egy ilyen, és elkezd több lapos földes ajánlásokat ö, ajánlani nekem. Esetleg beléphetek egy lapos föld hívők csoportjába is, és ott is megerősít engem az, hogy igenis lapos a föld. És az a helyzet, hogy az internet úgy működik, hogy az a célja, amit mondtam az előbb, hogy minél több időt tölts ott. És őt nem érdekli az, hogy te most ez a lapos föld, ez egy óriási nagy hülyeség, hanem ő ezt így mindig visszatükrözi a saját véleményemet. Ezt úgy hogy visz hangkamra. És amikor találkozok egy viszonylag képzett emberrel, és azt mondja, hogy te figyelj, a föld az nem lehet lapos, mert hogy amikor a görögök hajóztak, akkor először az árbóc látszódott a tengeren, után a hajó testét hogy ez muszáj, hogy izé, akkor azt fogom mondani, hogy ez baromság, mert hogy én tudom, hogy lapos a föld, mert hogy van ezer más érve, amit abban a csoportba kifejtettek. Tehát az a lényeg, hogy itt a kapuőrök szüntek meg, nincs, aki megmondja azt, nincs ott egy nagymama, vagy bárki, aki azt mondja, hogy hello, ez hülyeség, ne ezt a weboldalt nézd, hanem tudok úgy lapos földben hinni, hogy még 5 millió bizonyítékot találok erre. És most képzeljétek el ezt bármire. Tehát ez lehet egy intézmény, egy politikai párt, bármi, tehát hogy, hogy ezért fontos az interneten a tudatos internetezés, tehát ezt a gyerekeknek is az MCC feedbe el szoktuk mondani, meg majd gyertek el MCC Festre egyébként, ezt kérték, hogy mondjam, és nagyon-nagyon ajánlom is, mert hogy ott rengeteg ilyen hasonló előadás van. Az online van. marketing helye következik. É, így van. <gül> <gül> tehát, hogy, hogy az MCC Festen is lesznek ilyen témakörök, szóval ami fontos, hogy, hogy nagyon érdemes széles látókörben informálni magunkat, mert hogy könnyen bele tudunk zuhanni vagy visszakamrába. Említetted a kapuőröket és a tudatosságot, kezdjük az előzővel. Van-e példa hatékony kapuőrökre az online térben? Mik lehetnek azok a határok? Most ugye gondolok itt, van ez a laposföld hívőség, ez mondjuk egy dolog, nem üldözi a Facebook boszorkány konyhája, de mondjuk tegyük fel a COVID-pandémia alatt, ugye volt az oltás ott elég keményen letöltötte a kapuőr szerepet a cenzúra, ugyanis az oltás ellenes tartalmak nagy részét törölték. Pont ez a durva, hogy ugye az internet visszavilágítja a saját véleményünket, mert mit mondott a tudomány, amikor kijött a Covid? Bizonytalanságot mondott, mert ugye a tudós mindig azt mondja, hogy hát, hogy lehet, hogy jó lesz, de lehet, hogy nem, tehát hogy nem meri azt mondani, hogy ez áll, hanem hogy feltételeket szab, meg megmondja azt, hogy még mi van. Az áltudományt meg onnan lehet fölismerni az interneten főleg, hogy az, az biztos, hogy az van. Tehát, hogy ez kijelenti azt, hogy a maszk az nem működik. Mert ö, összetudok gyűjteni 20 cikket az internetről, ami azt mondja, hogy a maszk az működik, 20 az ellentététről, és akkor melyik tudományos állítás lesz jó, kitesít igazságot, és ez a baj az internettel, hogy igazából ki az én kapuőröm, saját magam leszek a kapuőröm. És ezért nagyon fontos a az, az oktatás, amit itt az MCC-be is csinálunk, meg, meg úgy mindenhol, mert hogy ez fel tudja hívni a figyelmet arra, hogy, hogy mi az, ami fontos, mi az, ami nem. Tehát ha megnézed a fiatalokat, akkor igazából csipegető társadalomban élünk. Ami azt jelenti, hogy nem merülünk el egy dologban, hanem ilyen résztudásaink vannak. Tehát, hogy engem érdekel például az atomenergia, elolvasok egy részletes cikket az atomenergiáról, azt hiszem magamról, hogy ez mennyire frankó vagyok benne. És ma is a fiatalok, hogy ha elolvasnak egy cikket erről, áról, bérről, célről, déről, azt hiszik, hogy mindennek a szakértői, de igazából nehezen merülnek el egy dologba, és ez pont az internet okozta egyébként. Igen, igen, igen. Itt, itt, itt ezzel kapcsolatban akar, akaratlanul kihallatszik, ö, az oktatási tevékenység mentén is a tudatosság online marketing illetően, vagy akár csak online felületeken, közösségi médiában, TikTokon, hogyan lehetünk tudatosak? Ugye, hogyha belegondolok, azért mész oda, hogy tudattalan legyél. Hogy lazíts. Igen, de igazából az ember szeret egyszerre lazulni, és egyszerre szórakozni. Ez az angol ezt úgy fejezi, ez az edutainment, tehát, hogy igazából a TikTokon is vannak olyan videók, meg olyan csatornák, amik, amik érdem, érdemes követni őket, mert hogy jó dolgokat mondanak. És igazából itt ez a, ez a fontos, hogy Ja, tényleg, most jutott eszembe a Csíkszent Mihály mert ő például azt mondta, hogy ez most nem csak az online-ra lesz érvényes, hanem az élet bármely területére is. Tehát, hogy ő azt mondta, hogy a tevékenységekbe el lehet merülni, de el lehet merülni mondjuk egy olyan magazinban, egy bulvár magazinban, megnézni azt, hogy melyik szelep mit csinált, meg ilyesmi, és az interneten általában ezt csináljuk. De el lehet merülni mondjuk egy tudományos folyóiratban is, ahol megnézni azt, hogy mondjuk milyen összefüggések vannak a természetben, stb. 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 És mind a kettői időtöltéshez kötött. Na most, ha valaki csak a bulvárt nézi, vagy csinálja, akkor egy idő után az élete az nem tud ilyen tehát nem, nem tud olyan komplex lenni, nem tud olyan flóba belemenni, de ezt igazából a Csíkszent miatt sokkal jobban el tudja magyarázni. Csak mondom azt, hogy mindig meg kell választani azt a tevékenységet, ami, ami egy kicsit úgy szellemileg is feltölt és ezt nevezik tudatos internetezésnek. Mert ugye a neten lehet találni tök jó tudományos dolgokat, meg tök jó részt, meg lehet találni ezt a ponyva részt is. És igazából az embernek kell a kikapcsolódás. Én nem azt mondom, hogy tilos használni azt, hogy megnézd a bulvárt, de hogy ezt a teljesenyszetes arányt megtalálni, az nagyon fontos. Mondtad, hogy szellemileg feltölt értelmiségi vagy tudományos közegbe nem találkozol a szellemileg letölt funkciójával. Én mondjuk, az én személyes példámból indulva, én újságírással foglalkozom, médiával, és hát értelemszerűen 8 nappal látéve bújni kell szakcikkeket, tudományos fügyváltok, stb. stb. Éppen ezért minden reggel a villamoson tényleg negyed órát szoktam blikket orvosni, hogy éppen mi történt a Megjelent Berki Krisztián Szellem a Hajdu Péternél. A mai napig a kedvenc cikkem imádom saját is. Hmm. És, és amúgy nekem nem árt. Néha jó. Nem ezt mondom, tehát hogy mondjam, mert, mert te következtetéseket vonz le, és megkérdőjelezed. Tehát, hogy uh, van egy ilyen fluens gondolkodásmód, egy ilyen újságírói, hogy hogy mindenre rá kell kérdezni, megnézni azt, hogy mi van mögötte, miért csinálta ezt. De valaki úgy fogyasztja ezt, hogy mint egy ilyen lineáris tartalomszolgáltatást, hogy, hogy megnézi, és akkor nem gondolkodik el a háttér, háttér dolgokon. Tehát, hogy az, azt szokták mondani egyébként, az elmét a legjobb, akkor. Uh, um, Tisztában tartani, hogy olyan kérdéseken kezdünk el gondolkodni, amik döntési helyzetek. Tehát például van egy elektromos autó, és benne ül az elektromos autóba egy férfi. Előtte lelép az utcára egy terhes nő, és akkor kinek az életét mentse meg? A férfiét, aki fizetett az autóért, meg a szolgáltatásért, vagy a terhes nőért, aki ugye a jövőt hordozza magába? És erre nincs egy ilyen exakt válasz, de mégis, ha elkezd az ember gondolkodni, körüljárni, akkor egy kicsit itt szellemileg fel tud pesdülni. És aki meg csak ilyen bulvárt, meg ilyen könnyed dolgokat fogyaszt, az elfelejt egy idő után kérdezni. Tehát, hogy nem, fogja meg, nem fog ilyen gondolatkísérleteket csinálni, hogy most, most mi, mi, mi történik, hanem tényleg csak ez a te is tudod, milyen egy passzív fogyasztó. Igen, igen, igen. Itt a tudatossággal kapcsolatban ugye többször kihangsúlyoztat, hogy az MCC-ben megy egyfajta nevelés szülőknek, de akár kamaszoknak akik már beleszülettek az internetbe gyakorlatilag. Mit tudsz tanácsolni? Mert hogyha én visszagondolok, én 99-ben születtem, és nekünk sokáig nem volt számítógépünk. Infráztunk a telefonnal, a küldözgettük a zenéket, az még egy más világ volt. De amikor már ugye új szünet hogy gyakorlatilag a bogyó és babócát, az iPad-en eléd rakják két éves korodba a YouTube-ról, hogy lehet mozogni ebben a végtelen világban? Képzeld el, van egy durva dolog, amit most szeretnék ledönteni, hogy ugye általában az a kép, hogy a szülő az ugye digitálisan nem érett, nem tudja megérteni a gyereket, van ellentét, digitális szakadék, meg ilyesmi, ez manapság egyre jobban kezd megszűnni. Ugyanis a legtöbb szülő, tehát hogy ismerek olyan 70 évest, aki bitcoinnal kereskedik, és naponta bújja az internetet, de ismerek olyan 25 évest, aki a Facebook pörgetésén kívül semmi más nem csinál az interneten. Tehát, hogy az internet az annyira összemosta Ezeket a generációkat, hogy például még a generációkutatók is gondba vannak azzal, hogy vannak olyan idősek, akik baromi jól használják a gépet, vannak fiatalok is, tehát hogy nehéz így megnézni. Viszont válaszolva a kérdésedre és nem kitérve előre, a szülők azok igazából folyamatosan próbálnak a gyerekek nyomában lenni. Most például egy baromi érdekes jelenség van, mert az történik, hogy a Facebookra följönnek a szülők. Ugye régen azt mondtuk, hogy a Facebook az az, hogy a gyerekek ott vannak, meg hogy Facebook, hoznak, meg ilyesmi. Most rengeteg szülő van a Facebookon. Mit csinálnak a gyerekek? A gyerekek, fiatalok mindig menekülnek arról a helyről, ahol a szülők föl vannak, átmennek TikTokra. Mi fog történni 5-6 év múlva? Fölmennek a szülők TikTokra, és onnan meg egy harmadik csatornára fognak menekülni. Tehát, hogy ez, ez, a vándorlás, ez folyamatos. Itt csak az a lényeg, hogy nem szabad lenézni a szülőket, mert hogy ők is legalább annyira tepernek, és akarják érteni ezeket a rendszereket, amiben a gyerekek vannak, viszont abban tényleg igazad van illetve nem tudom, hogy mondtad, de, de hogy mindig le vannak egy kicsit maradva, tehát hogy, hogy, nem egy pár évvel, de hogy nem, nem annyira durván, mint gondoljuk. A megoldást jelenthet, mondjuk ugye vannak ezek a klasszikusok, Netflixnél a gyerek profil, internet blokkoló, tud ezt tényleges hatást gyakorolni, vagy csak máshol keresi a gyerek a nézzük, igazából az igazat megvalva, hogyha a telefont rádugja egy laptopra, akkor pillanatok alatt fel tudja törni a szülőnek az árját, meg tehát, hogy vannak erre programok, tehát, hogy öm, az a helyzet, hogy a gyerek az mindig egy-két lépéssel a szülő előtt fog járni, mert hogy technológiailag ebben él gyakorlatilag. Viszont a helyzet az, hogy én amiben bíznék, és amire készítem a saját gyerekeimet is, igaz, még csak egy és három évesek, tehát hogy az, az a tudatosság, amit mondtam, tehát hogyha a szülő bízik a saját nevelésében, és a gyerek úgy viselkedik, hogy, 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 rendes, akkor igazából interneten is rendesen fog viselkedni. Tehát, hogy én a szülőknek tényleg csak azt mondom, hogy van ilyen túlagódás, hogy jaj, az én gyerekem ennyit, meg ennyit, meg így csinál, tehát, hogy igazából a nevelésébe bízzon, és adjon olyan muníciókat a gyereknek, hogy később internetezik. Mert egyébként gyakran szokták mondani azt, hogy a, a média világa, meg az internet világa, meg hogy, hogy ilyesmi, de ilyen nincs. Tehát, hogy az az életünknek a részeivé vált. Tehát manapság az érzelmeinknek a 70-80%-át az interneten fejezzük ki, onnan tájékozódunk, tehát hogy hogy annyira az életünk részévé vált, hogy gyakorlatilag a szülői nevelés az ott is érvényesülni tud. Tehát ezért jó, fontos a szülő-gyerek kapcsolat, de ez egy másik szakértőt kell majd hívnatok. Hogy... I, igen, igen. Nagyon érdekes, amit most mondtál, ugye nagyon sokszor benne van ez az emberekben, hogy, hogy úristen, mi lesz most, és, és hogy katasztrófa, a nagy változások, aztán soha nem történik valójában semmi hosszabb távon. És most éppen ezen gondolkozom, amit mondtál ugye, hogy, hogy gyakorlatilag a hétköznapok része, ha valaki jó, tisztességes nevelést kap, akkor minden bizonyal interneten is úgy fog viselkedni, és akik régen mondjuk a másik fejét beledugták a homokozóba, ők ugyanúgy fognak Facebook kommentálni. Így van, Folytonos. és, igazából tényleg ami érdekes lehet még, az az, hogy ugye a szülő az néha nem érti meg a gyereket olyan szempontból, hogy gondoljunk bele, hogy van egy gyerek, adunk neki egy mobiltelefont, és ő folyamatosan mobiltelefonozik, közben a háttérben megy a tévé, és még megy a számítógép. És odaáll a szülő, és oda és gyerekem, te mire tudsz figyelni? Tehát egyszerre három-négy dolgot, hogy tudsz párhuzamosan csinálni, és igazából én nem vagyok agykutató, de hogy olvastam ilyen cikkeket, szóval lényeg az, hogy az embernek az agya is megváltozik és képes adaptívan alkalmazkodni ahhoz, hogy két-három felületet futtasson egyszerre. És igazából ezt nehéz elfogadni egy szülőnek, hogy amikor ő még élt nagyon régen, akkor ugye még volt az, hogy egy dologgal foglalkozunk, de most már ez a multitasking, ez, ez nagyon hatásos. az olyan, mint a régen a görögök is multitaskingeltek, hogy ültek a lovon és nézték a tájat, mert hogy ez egyszerű volt, de hogy, hogy, hogy ha az ember ezt begyakorolja, akkor képes egyszerre tudni. Most nehogy a hallgatók azt a következtetést vonják, le, hogy akkor autózás közben is jó mobilozni, mert igen, megszokja igen. az ember. Csak mondom azt, hogy a saját gyermekeinkkel fogunk tapasztalni olyat, amit mi nem csináltunk gyerekkorunkban, és ez nem az aggódás lényege, hanem ők ezt így élnek és megtanulják. Marketingesként foglalkozol közösségekkel is, és bár a kérdés a szociológiai, ez az internet közelség, mondjuk a gyerekek esetében, mennyibe tudja rombolni a közösségi érzést? Nagyon. A közösségi érzésnek, tehát az, tehát az, interneten rengeteg pseudó közösség van. Tehát van például egy olyan klub, hogy Miskolci kutyasétáltatok klubja. Ha én belépek a klubba, akkor vajon mi történik? Én most akkor egy közösség tagja vagyok? Jaj, bocsánat, szóval itt nem a Miskolciakat akarom szídni, tehát csak mondom, hogy igen, Facebookon igen. belépek a közösségbe, akkor közösség tagja vagyok? Igazából nem, mert a közösséghez nagyon fontos az egyetlen egy, hogy felelősséggel tartozunk a másik iránt. Tehát, hogyha valaki nem jön el, valakit megvigasztaljuk. Ez olyan, mint cégek szokták mondani, hogy mi egy nagy család vagyunk. Ha mi egy cégben igazi nagy család lennénk, ha valaki nem dolgozna, akkor nem kirúgnánk, hanem motiválnánk, meg szeretnénk, meg ilyesmi. De az, a helyzet, hogy, de az a helyzet, hogy még a cég sem egy olyan közösség, ami megtart, viszont a, van egy csomó-csomó ilyen közösség, akár a fiatalokat nézzük, vagy ilyesmi, amik akár vallási, akár szervezeti alapon összetartanak. Tehát ott tényleg meg lehet ezt tapasztalni, hogy ha az egyik tag baj van, akkor a többiek visszahúzzák. És igazából nem az a baj, hogy Facebookon van rengeteg pseudó közösség, hanem az a baj, hogy csak ott van. Tehát, hogy ez akkor működik, ha élőben elkezdenek találkozni, és az online-offline világ ez így találkozik rendszeresen. Tehát, hogy akkor lehet ezt fenntartani. Így a közösségekkel kapcsolatban volt a nagy metaverzum bejelentés a Facebookról. És így van. Hogy, ha jól tudom, valamelyik öbölmenti állam még Nyitott nagy követséget is a Metaverse. Persze, de? meg a Samsung még vett boltot is nyitottat. tehát mint gyöngyűk a konyra, ahogy tartja a klasszikus. De valójában nem lett belőle semmi elhalt a Metaverse-on. Pedig mindenki azt mondta, hogy az lesz a következő nagy bum. milyennek az oka? Igen, egyszerű oka van, pedig az, hogy mi a megoldó értéke. Általában egy ilyen terméknél, ha van bevezetés, hogy ezt most marketingesként mondom, minden terméknek van megoldó értéke. Ha ezzel most hajat kedves, sose lesz a feje tetves. Tehát, hogy ez egy egyszerű samponek lenne. Viszont, hogyha megnézed a Metaverzumot, mit lehet ott csinálni? Lehet ott emberekkel beszélgetni. Már itt van a mobilom, felhívok bárkit, beszélgetek vele. Vagy rákattintok a Messengeren a kamerás beszélgetésre, akkor látom, Őt. Tehát igazából ezt megoldotta a messenger, meg a, meg a, beszélgetés. Mit tudok még csinálni a metaverzumba? Vásárolni. Ott van rengeteg online shop. Fölmegyek az online shopra, pillanatok alatt vásárolok. Miért menjek be a metaverzumba érte? Stb. stb. Tehát, hogy igazából az a lényeg, hogy kevés megoldó értéke van a metaverzumnak. Tehát, hogy abban most olyan irányban próbálnak elmenni, hogy mi van akkor, hogyha mondjuk idősebb embereket segít, és akkor akik nem tudnak fizikailag találkozni, akkor akkor el tudnak menni sétálni. Tehát ez is olyan, hogy, hogy, nem fog egy idős ember egy Oculus rift venni 300 ezer forintért. Az Oculus Rift az a, az, a szemüveg a metaverzumhoz. Tehát, hogy igazából nagyon rövidre fogom már mondanom, egy mondatban csak, hogy a megoldó értéken nem olyan nagy a metaverzumnak, mint ahogy azt az alapítója megálmodta, és most azon dolgoznak nagy erőkkel, hogy legyen valami probléma, amire ő megoldást kínál, de egyelőre ez, ezért így el van halva. Még így akkor zárásképp egy olyan kérdésem lenne, hogyha már a Metaversumot nagy forradalomként harangozták be, marketing szempontjából mi lesz a következő nagy forradalmi újítás? Milyen irányba mutatnak a piaci trendek? Képzeld el, hogy nagyon durván lehetne itt most elpukkantanom olyanokat, hogy személyre szabott marketing, meg hogy jó lesz neked, de pont azt kell mondanom, hogy nem lesz jó neked, mert hogy vannak egy olyan társadalmi réteg, akik úgy hívnak, hogy jogászok, amik azt mondják, hogy ezeket az adatokat én nem használhatom föl, és mindenféle adatot tiltsunk meg, és most forradalom van egyébként az online marketing mérésben, hamarosan ugye a Google Analytics 4 lesz csak, amit lehet majd használni, és ki fogják vezetni a third party sütiket. Lényeg az, hogy kevésbé lehet majd, tehát nehezebben lehet majd Személyenként megszólítani valakit. És igazából itt azt kell tudni, hogy minél jobban megszabályozzák ezt jogilag, az embereknek annál rosszabb lesz, mert egy csomó olyan reklámot fognak kapni, ami nem releváns számukra. Tehát igazából ez egy ilyen farkába harapó kutya, mert hogy nekem minél több adat kell rólad, hogy ismerjelek, viszont minél több adatot adsz át azért, mert fel, felvesz személyiségi jogokat. Tehát, hogy én a jövőre kapcsolatban most nem merek vitába szállni. Technikailag meg lehet oldani, hogy jobb legyen, most a joggal küzd a szakma. Úgyhogy... Reklám így is, úgy is lesz, az adott csak. Az a kérdés, hogy személyre szabják -e. Sőt, lehet olyan opció is, hogy nem lesz reklám, csak akkor fizetni kell majd nyilván a felületekért. Nemrég lépte meg például a YouTube ezt a prémium szolgáltatást, hogy befizetsz havi, nem tudom most mennyi a díja, de hogy, és akkor nem kapsz reklámot. Tehát, hogy viszont az összes olyan felület, amit ingyen használsz, az biztos, hogy lesz reklám, mert ott csak ez az üzleti modell működik. Nagyon szépen köszönjük, hogy itt voltál velünk. Harsányi Miklós hallhatták a kedves hallgatók, a Matthias Corvinus Kollégium online marketing tanácsadóját, aki egy reklámügynökségnél a digitális marketingért felelős csapat vezetője. Én pedig Hans Barnabás voltam, MCC junior kutató újságíró. További szép napot kívánunk, köszönjük, hogy velünk voltak. Köszönöm szépen a beszélgetést. Köszönjük, hogy meghallgatta ezt az MCC podcast epizódot. További híreinket és tartalmainkat megtalálhatja az mcc.hu honlapon, valamint Facebook, Instagram és Twitter csatornáinkon. Professzoraink, külsőszerzőink és diákjaink írásaiért keresse fel korvinák.hu tudásbázisunkat.